megállítik és tud tanácsokat kérni, akkor nem nagyon lehet vele mellélőni. Fizetős csoportot is csinálhatnál erről, mármint ilyen subscribe videókat, mert amúgy csomót gondolkoztam már azon, hogy olyan tartalmakat is kirakjak, akár a modellkedésről, akár a Fiverr-ről, akár ilyen előfizetéses videókat, de nem tudom, hogy erre egyáltalán mennyire lennének nyitottak az emberek. Lehet, hogy majd megpróbálom, és akkor majd szólok, hogyha lesz. Milyen a tábor? A tábornak már vége van kb. Egy hete, ha nem több ideje fog. Szerintem nem érzem most jelenleg az élő múlását, nyár van, és azt se tudom, milyen... Jó, amúgy kedv van, ugye? Kedv van. Igen, jó. Viszont nagyon jó volt a tábor, minden nap posztoltam vlogot, úgyhogy ha nem láttad volna, akkor csekkold le. Láttam rólad egy plakátot. Igen, van egy pár most kint a városban. Egyébként az volt a terv, hogy egy vagy kettő lesz, és sokkal több van kint, úgyhogy ez most egy ilyen nagyon jól sikerült kampány volt egyébként a Grivel. Mivel mosod a hajat, szájos samponnal szoktam, meg van egy ilyen természetes samponom is, amivel második körben szoktam mosni, és az így serkenti a hajnövekedést. Kilogramm mozgatik a modellkedés, dehogy is, hála Istennek nem. Nem tudsz olyan fotózással ajánlani 13-14 évesnek, amelyeket te is csináltál ennyi idősen? Én csak is kizárólag ügynökséggel szerződött munkákat csináltam annó, úgyhogy igen, de az előbb mondtam pont, hogy nem ajánlom ilyen fiatalon egyébként a modellkedést, talán még szabadúszóként sem. Én annyi idősen egyébként csomószor volt, hogy elmentem így egy barátnőmmel fotózni, akinek volt fényképezőgépe, és egyébként akkor a mázlista voltam, hogy ő ott volt, mert még a modellkarrierem előtt vele már csomót fotóztunk, és annyira jól be tudtam gyakorolni a modellkedést már vele, és előtte nem éreztem magamat feszélyezetnek sem, meg tényleg nagyon tehetségesen fotóz, úgyhogy vele nagyon sok ilyen jó kis vidit meg képet csináltunk. Készülnöm kéne, de téged nézlek. Hát amúgy is mindjárt elköszönök, mert nekem is vannak itthon dolgaim. Megcsináltam a sminkemet, most pedig videót fogok csinálni pár termékről, ami még érkezett ide nekem, amíg a táborban voltam, és az egyikben vannak testpermetek, úgyhogy alig várom, hogy kibontsam és megszagolgassam őket. Szeretnél tévéműsorokban szerepelni? Egyelőre egyébként nem annyira látom magamat a tévévilágban, de nyitott vagyok rá, mert nagyon szeretem az ilyen kommunikatívabb munkákat, úgyhogy talán még később lehet róla szó. Milyen érzés, amikor meglátod magad a plakáton? Egyébként nagyon jó, köszönöm szépen a kérdést. Most ez a Grizz kampány volt egyébként. Előtte kisebb plakátokon voltam, meg bolt kirakatában, viszont ilyen óriás plakáton még soha. És soha nem volt ilyen, hogy ennyien látják, és ott van a Deákon, meg a Szél Kálmán téren, és hihetetlen jó érzés egyébként, tényleg leírhatatlan. A pózokat mutatják, vagy neked kell csinálni? Hát ez egy olyan dolog, amit általában neked kell begyakorolnod, és így nekem, amikor olyan fiatalon ügynökséghez kerültem, nem tanították meg egyáltalán a pózokat, hanem tényleg az volt, hogy így elmentem az első fotózásra, és akkor csináld. És így tapasztalat alatt tanul bele az ember. Én Nyíregyházán láttam a plakátot. Wow! Magyarországon ez? Igen, de nem leszek sokáig Magyarországon, mert ahogyan említettem előbb, ki fogunk utazni Ázsiába a barátommal, és ott leszünk egy darabig, úgyhogy nagyon sok külföldi tartalmat fogtok majd tőlem látni. És nem tudom, hogy mennyire lesz mérges a nép, remélem, hogy egyáltalán nem, viszont tervezek több angol videót csinálni, főleg, hogyha külföldön vagyok, ki szeretném próbálni azt, hogyha esetleg az ottani úti célokról, meg helyekről készítek videókat, akkor lehet, hogy az így nemzetközi szinten is eljut majd emberekhez, mivel ugye, ha külföldön van az ember, akkor az már eleve megváltoztatja az algoritmust, és azt, hogy ki látja. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem lesznek mérgesek a magyar nézőim, viszont szeretnék így áttérni szépen lassan több angol nyelvű videóra. Szóval majd meglátjuk, hogy ez így hogy fog menni, de nem fogok így azonnal átváltani, szeretnék majd több magyar videót is csinálni, és valószínűleg az utazásaim elején csak magyarul készülnek majd a videóim, de lehet, hogy majd lesz egy váltás. Másodunokatások vagyunk? Mi? Csak feliratozd is, réci. Jó, lehet, hogy azt egyébként meg fogom megcsinálni. Meg ezek a videók egyébként annyira látványosak lesznek, hogy nem is feltétlen az lesz talán a lényeg benne, hogy mit mondok, mert valószínűleg ilyen utazási dolgokat fogok mutatni, hogyha mondjuk elmegyünk egy vízeséshez, vagy nagyon sokat fogunk egyébként majd szörfözni a barátommal. Ez egy ilyen kis
dolog, amit eldöntöttünk, hogy amikor Vietnámban leszünk most egy hónapot, akkor egy olyan városban leszünk, ami tengerparton van, és nagyon sokat szoktak ott szörfözni az emberek, úgyhogy mind a ketten megpróbálunk legalább egy ilyen középszinten megtanulni szörfözni. Már 2-3-szor szörföztünk így az utazásaink alatt, az elsőt azt nyilván tanárral, és egyébként talán akkor ment a legjobban. Viszont a második meg harmadik próbálkozás, amikor egy év kihagyással újra megpróbáltunk deszkára állni, hát hogy nem mondjam, hogy ez nem sikerült túl jól. Főleg, hogy nekem aznap egyébként, amikor Sri Lankán szörföztünk, most legutoljára télen, akkor be is volt gyulladva picikét a víztől az egyik fülem, úgyhogy nem is élveztem annyira. Na majd most megtanulunk jobban, úgyhogy szorítsatok erről is, majd tuti csinálok videót. Amúgy, amikor először szörfeztünk, az pont Balin volt, és arról készítettem még egy videót is ide TikTokra, hogy hogyan tanulj meg felállni a deszkán, a szörfdeszkán, és igazából csak így az alapokat elmagyaráztam, hogy hogyan kell tartanod a lábad, meg a mellkasodat hogyan emelt ki, meg ilyenek. És lehet, hogy tökre nem gondolnátok, de egyébként a szörfözéshez ajánlott egy teljes ruhában lenni, tehát hosszújú, tényleg egy ilyen hosszú ujjú szörfpóló, ami így a nyakadat is védi, meg így a kezeidet is teljesen, az leginkább a napvédelem miatt. A póló az, hogy ne dörzsölje ki a mellkasodat a szörfdeszka, mert ahogyan így súrolódsz, meg folyamatosan felállsz, tisztára le tudja horzsolni a bőrödet, és hosszú gatya. Tehát nekem ez egy annyira keserves dolog volt, hogy felfogjam, hogy nekem hosszú gatyában kell szörföznöm, úgyhogy igazából egy ilyen cica gatyában voltam, és az pedig azért van, mert a térdedet is teljesen felsúrolja a szörfdeszka, még akkor is, hogyha simább a felülete, a sok, ahogyan így próbálsz felelni, és így kitulod magadat ilyen plankbe, ott így súrlódik a térded, úgyhogy sajnos ezt így kell, naptájból is, arcra is, mivel ugye folyton belsel a vízbe, kijössz, egy olyan naptájat kell használni, ami így levakolja az arcodat, tudjátok, amitől ilyen hófehér vámpírfejed lesz, és hogyha még nagyon, tényleg nagyon védekezni szeretnél, akkor amúgy még egy ilyen baseball sapit is ajánlok, de majd ha kint leszek, akkor ezekről csinálok videót, hogyha érdekel valakit. Köszönöm! Megmutatod a sminkangolón? Nem. Nem mutatom meg a sminkasztalamat, mert tele van most hát amúgy itt vannak a smink cuccaim így ebben a kis tartókában, de nem akarjátok ti látni ezt a kupit. Beszélsz angolul? I can speak English, but the only little rule that I only have here in this live is that I speak English if someone asks me questions in English. That's like the rule. English question, English answer. But I can speak English anytime. If my boyfriend is here in the live, which is pretty rare nowadays. I always switch to English because of him a little bit, so he understands. But yeah, unless you don't ask me like a real question, I don't know what to talk about. Mit használsz a hajadra? Látom, neked is ilyen seprűs. De kedves vagy! Igen, egyébként nagyon durván száraz a hajam, és olajat használok rá, szérumot használok rá, maszkot, nagyon-nagyon jó balzsamokat. Nekem száraz a hajam, úgyhogy ez ellen nincs mit tenni. Egyébként hullámos, picikét már-már göndöres hatású, úgyhogy amiatt is ilyen sprűdebb, hogyha egyenes, ami általában talán minden hullámos hajónál így szokott lenni, de nálam még inkább, úgyhogy próbálkozom én mindennel is, de semmi nem vált még be annyira. Szerintem a zsűrik úgy voltak vele, hogy neked csak hab lenne a tortán, ha megnyernéd, de nem igazságos. Hát csak... Jó. Nagyon cuki vagy egyébként, hogy ezt mondod, csak az igazság, hogy ennek nem erről kellene szólnia, hogy ez most kinek hab a tortán, de... Mindegy. Nem szeretnek itt olyan véleményt kifejteni, ami esetleg negatívan kerül neki. Amúgy így úgy néz ki, mint hogyha ilyen izmos lenne a karom, pedig csak így eltekerődik, mint hogyha rendesen lenne bicepszem. Lehet, hogy van. Halljátok? Esküszöm, hogy nem tudom mitől, de nőtt egy kis bicep. Feszítsd már be a karod. Milyen származású a barátod, mexikói? Bocs, hogy még ezzel vagyok elfoglalva, de én nagyon csalódott vagyok, hogy nem te nyerted meg. Aj, köszönöm. Erről izom, Leo, de örülök, hogy itt vagy. Hallod, pont eszembe jutottál ma, amikor futottam reggel, mert egy olyan számot, ilyen kis déjà vu érzésem volt, mert egy olyan számot használtam, a funky music, vagy mit tudom én, micsoda, amit te még egyszer játszottál egy szettedben, és így eszembe jutottál, mert aztán pont a vakahajon játszottad még egy éve,
Tehát nem tudom, valahol ott volt ez így a tudatalattimnak a legmélyén, de remélem, jól vagy. Képzeld, hogyha nem hallottad volna, megyünk megint Ázsiába Krisszel, és még nem tudjuk, hogy mikor jövünk vissza, tehát csak egy odaút repjegyet vettünk, de mondd majd meg, Leo, egyébként, hogy mikor fogsz hol játszani most még itt a nyáron, mert még egy 2,5 hetet kb. Itt vagyunk, amit rémisztő kimondani is, hogy csak annyit, de még szívesen elmennénk egy bulidra, hogyha játszol majd valahol. Esetleg A38, az nagyon jó lenne. De jó, én pont itt vagyok, Balin. Ja, hát akkor nem itt fogsz játszani. Az mekkora lenne, hogyha valami...